A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, bizonyára egyetértenek velem abban, hogy Székesfehérvár közösségi életében rendkívül fontos szerepet játszanak a nemzetiségi önkormányzatok, hiszen számtalan működik még hozzá, remek működésről számolhatunk be, ezt tőlünk is tudhatják. Nos, tegnap ünnepelte 20 éves fennállását a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Vujicic együttes fellépésével, és hát az ünnepségen Jakubek Tiborné, erről beszámoltunk, az önkormányzat elnöke köszönetet mondott a közösségnek azért is, hogy az elmúlt évben fontosnak tartott ezt a két évtizedes munkát, és ezért működhet ez az önkormányzat. Vendégem pedig természetesen Jakubek Tiborné. Szervusz, Ági. Szervusz, és köszöntöm a kedves tévénézőket. Úgy fogalmaztál, hogy egy érzelemorientált világban élünk, és egy kicsit visszavezetted a Szent István király gondolatához mindazt, ami egy nemzetiségi önkormányzat életében fontos. Azt tudjuk önmagában, hogy egy nyelvű nép gyenge és esendő. Így van, valóban is, ezt így van. Ezt államalapító Szent István királyunk is a Szent Imre herceghez írt intelmeiben is figyelmeztette erre fiát, hiszen szándék akkor még az volt, hogy majd az ország és az állam irányítását majd az ő fiára fogja hagyni, de hát aztán sajnos más történt, így aztán Szűz Mária oltalmába ajánlotta fel az országunkat. Magyarország nemzetek hazája, és úgy gondolom, hogy ezt az egy nagyon fontos és nagyon gazdag tulajdonságát az elmúlt 2000 évben is meg tudta őrizni. Tehát mint az osztrák-magyar monarchia idején és a történelem folyamán bármikor, azért ez ma is nyomon követhető. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta sokszínűség adja ennek az országnak a kulturális gazdagságát, amelyet meg kell őriznünk. Erre mindig is voltak lehetőségek. Ha picikét visszanézünk a régmúlt időben, én emlékszem gyermekkoromra, amikor bizony ezek a nemzetiségi közösségek nagyon sok mindent megtettek annak érdekében, hogy őrizzék a hagyományaikat, mind a kulturális, mind a társadalmi, mind az egyházi hagyományaikat. Hiszen ezeket nem lehetett egymástól elválasztani. Az egyik, a másiknak, és az mindhárom az alappillére volt egyszerűen a mindennapi életvezetésnek, a mindennapi életnek. Ezek a dolgok határozták meg a hétköznapjait, az ünnepnapjaikat, a közösségi életüket, hiszen ezek alapján tudták szervezni úgymond az életvitelüket. Ezek alapján alakultak a kisebb és nagyobb közösségi csoportok, és ezeken belül tudták gyakorolni mindazt a hihetetlenül gazdag kultúrát, amely a nyelvük, a zenéjük, a táncuk, a népviseletük, és egyáltalán az emberi kapcsolatokra volt jellemző. Ez rendkívül fontos, amit mondasz, de mielőtt innét folytatnánk, azért egy kicsit a kötődésedről beszéljünk, hiszen alapvetően a kötődésed van a horvát nemzetiséghez. Igen, mindenféleképp szüleimnek, a szülei igazából Horvátországból valók. Ők, az én szüleim már Magyarországon születtek, Kacsmáron, ez Bács-Kiskun megyében egy nagy község. Ebben a megyében akkor, amikor én megszülettem a családba hetedik gyermekként, nagyon-nagyon gazdag és élő hagyományai voltak magának a horvátságnak. Abban a községben főként nagy létszámban éltek svábok, és nagy létszámban éltek bunyavácok, és abban az időben még nagy kis létszámban éltek magyarok. Viszont mindenki, független attól, hogy ki mely nemzetiséghez tartozott, kötelezően beszélte mindenkinek a nyelvét, hiszen ahhoz, hogy egymást tiszteljék, és egymásnak a nyelvével tudják egymást üdvözölni, és köszönteni, és azon a nyelven beszélni, ez egy nagyon-nagyon fontos kitétele volt az akkori kultúrának. Amit ugyan nem neveztünk meg úgy a nevén, mint valami kulturális különlegességet, egyszerűen ez egy magától értetődő emberi természetű tudás volt. Nálunk az édesapám volt különösképpen az, aki nagyon-nagyon ragaszkodott ahhoz, és nem csak amiatt, hogy a nemzetiséghez való hovatartozás miatt, ő hitte is vallotta, és természetesen édesanyám is ebben közreműködő volt, hogy minden ember tudását és a képességeit megszerezve és azokat természetesen fejlesztve annyit ér, ahány nyelven tud beszélni, és ahány nyelven tudja ezeket igazából közvetíteni. Mi akkor gyermekek voltunk, ezt nem igazán értettük, sőt,
meg kell, hogy mondjam, picikét ellen is álltunk ezeknek a dolgoknak, mivel hogy igen erős asszimilációs folyamatok zajlottak abban a korban, és mivel hogy körülöttünk mindenki magyar volt, kezdett lenni egyre inkább, mi is mind csak magyarok akartunk lenni, ezért aztán a mi szüleink beszéltek hozzánk horvátul, mi pedig válaszoltunk magyarul. Erre édesapámnak volt az a válasza, hogy ahhoz, hogy tudjad, hogy kihez tartozol, akkor tanuld meg, hogy ebben a házban, amíg itt vagy, addig azon a nyelven beszélsz, amit tőlem tanultál, ha az utcára kimentél tőlem, akár hotentotta is lehetsz. Természetesen ezt nem úgy gondolta, de nagyon-nagyon fontosnak tartották egyébként a soknyelvűséget és a sokszínűséget. Többek között amiatt is, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos alapja utána annak a kulturális és az egymás közti életnek, az elfogadás és az egymásra való odafigyelésnek az előkészítése. Igen, hát Trianon árnyékában élni, én azt hiszem, a nemzetiségeknek nem volt egyszerű 1920 után, de a II. Világháborút követően sem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez a két évtized is bizonyítja, hogy jó úton jár, hiszen Székesfehérváron is számos nemzetiségi önkormányzat ápolja a hagyományokat, és ez nagyon-nagyon fontos. Illetve kijavítom magam, nem azt mondom, hogy ápolja, mert erre mondanak, hogy ápolni a beteget kell, hanem megéli a hagyományokat, és segíti azok megismerését. Mi az elsődleges feladata egy nemzetiségi önkormányzatnak, mondjuk a horvátnak? Horvát nemzetiségi önkormányzat igazából pont azt a hagyományt igyekszik életben tartani, és azt a fajta kultúrát közvetíteni, hogy a horvát nemzetiséghez tartozó nyelvi és zenei és táncos kultúrát megismertesse, de azon túlmenően a történelmünk, akár a közös történelmünk, akár pedig csak kifejezetten a horvát néphez tartozó történelmet konferenciákon, előadásokon, és természetesen képzett előadókon keresztül ezt bemutassa. Nagyon fontos, hogy ez ne egy zárt közösség legyen, hiszen akkor nem tudná betölteni azt a szerepét, amit igazából be kell, hogy töltsön. Minden ilyen nemzetiségi közösség csak annyiban zártabb egy picikét, hogy van egy kisebb magja, amelyik igazából nagyon fontosnak érzi, és felvállalja azt a szolgálatot, azt a szerepet, hogy a nagy közönségnek megszervezi ezeket a programokat, amelyek egyébként nemzetiségtől függetlenül mindenkinek nyitottak. Mint ahogy itt az előző mondataimban kifejeztem, nagyon fontos az egymás elfogadása és az egymás megismerése. És én úgy gondolom, csak akkor van lehetőségünk össztársadalmi szinten egymást megérteni és elfogadni, hogyha megismerjük egymás kultúráját, hogyha megismerjük azt a fajta néplelket, amely igazából ezeket a dolgokat világra segíti, alátámaszt, és ami forrását képzi igazából tehát ezeknek ugyan, a dolgoknak. Tehát egyszerre egy nemzetiség önkormányzat patrióta és lokálpatrióta. Igen, nyilván. Én úgy gondolom, hogy ezt a szerepet kell, hogy betöltse. És itt Székesfehérváron ez rendkívül fontos, főleg a kulturális értékek, hiszen azért ne feledjük, hogy jó Székesfehérváron például számtalan horvát család nőtt fel, akik megőriztek azokból a kulturális értékekből, és amit most azért közvetíteni kell, hiszen felgyorsult a világ, és meglehetősen nehéz ezeket megtartani. Igen. Mint ahogyan te is mondtad, minél több nyelvűbb egy nép, annál gazdagabb is, annál több mindent tud. Meg kell, hogy említsem az egyik volt képviselőtársunkat, Bálint Károlyt, aki egyébként is nagyon sokat foglalkozott családfag kutatással, elsősorban először a saját családi életén belül. Azt követően, mint a Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselőjét, mi megkértük arra, hogy végezzen egy olyan levéltári kutatást, ahol a székesfehérvári levéltárakban és egyéb más levéltárakban a Székesfehérváron élő vagy Székesfehérvárhoz régebben kötődő családokat kutassa fel, akik valamilyen szinten kötődtek a horvátsághoz. Itt van is egy kiadvány, de akit esetleg érdekel, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házon belül, mert hogy ott van a székhelye a Nemzetiségi Önkormányzatnak, ebből a kiadványból minden érdeklődőnek tudunk adni, nagyon gazdag, nagyon izgalmas, és valóban fel lehet lelni benne, hogy bizony, ha visszatekintünk az 1900-as évek elejére, akkor bizony Székesfehérváron igen nagy létszámban éltek szláv nemzetiségű népek, ebbe beletartoznak a szerbek és a horvátok is. Igen, ezt időközben megmutatom, és itt van előttem egy... Szintén ez horvát nyelvű természetesen. Igen, ez egy heti rendszerességgel megjelenő horvát újság, amely beszámol az egész magyarországi horvát nemzetiségi önkormányzatokon belül történt kulturális és egyéb másfajta közösségi eseményekről. A kultúráról most beszélünk majd, hiszen számtalan kulturális rendezvény kötődik az önkormányzathoz, de egy kicsit beszéljünk hazánkban, hány magyar állampolgár vallja magát horvát nemzetiségűnek, illetve ez Székesfehérváron hogy van? Székesfehérváron akkor, amikor én 12 évvel ezelőtt az elnöke lettem az önkormányzatnak, olyanok, akik regisztráltan
vallották magukat a horvátsághoz tartozónak, akkor az 45 volt. Ez a kiadvány is egyébként jelzi, hogy igazából sokkal többen vannak. Most népszámlálás volt, úgyhogy igazából nem tudom majd, hogy ez a népszámlálási eredmény mit fog kimutatni, hogy az eltelt hosszú idők után, és a most nagyon-nagyon gyorsan változó időkben, hogy vajon hányan vállalják és vallják fel nemzetiségi hovatartozásukat. Talán a mai világban van egyfajta könnyebbség is, hiszen ma már, mivel hogy én is részt vettem a népszámlálásban, tehát valhatja magát ma már, természetesen rendesen ma már két nyelvűnek magát az ember, hiszen számtalan nemzetiség, akik egyébként valóban Magyarországon születtek, Magyarországon élnek és Magyarországot vallják, a hazájuknak, és ezt szó szerint értem, tehát szívvel, testtel, lélekkel, mindennel, törvény adta lehetőségeken belül vezetett életvezetése, tehát ma már megtehetik azt, hogy mind a két nyelvet anyanyelvként regisztrálják. Egyébként a kulturális kapcsolatok azt hiszem, hogy nagyon sokat segítenek ebben. És az, hogy kiváló kapcsolatot ápolsz a horvát nagykövettel, én azt hiszem, hogy az egy pluszt ad mindenképpen, hiszen amikor a kulturális kapcsolatokról beszélünk, akkor a Fehérváron, tehát a Szent István Művelődési Házban megrendezett horvát estek, és majd erről beszélünk részletesen, hogy mi minden volt például az elmúlt esztendőkben, az azért sokat jelent, hogy itt van a rendkívül és meghatalmazott nagykövet Fehérváron. Igen, valóban így van. Ez számunkra egy nagyon nagy megtiszteltetés. Azon túlmenően pedig egy jelzésérték arra vonatkozólag, hogy a horvátországi, tehát Horvátország képviseletében a Budapesten lévő horvát nagykövetnek nagyon-nagyon fontos itt, ahol igazából ő az anyaországot képviseli, hogy Magyarországon lévő horvát nemzetiségi önkormányzatokkal nagyon-nagyon közeli és nagyon jó kapcsolata legyen. Nem vagyunk mi az egyedüli kiválasztottak, én tudom, hiszen az országon belül bárhol történnek kiemelkedő események. Egyrészt mi is kapunk mindig meghívókat, ha lehetőségeink szerint, ha tudunk, akkor vegyünk részt rajta, és ők is nagyon fontosnak tartják, hogy valóban így van, hogy szinte minden meghívott rendezvényünkön képviseltessék magukat, és ez számunkra nagyon nagy öröm. Ugye az országgyűlés mindig meghatározza a nemzetiségi önkormányzat működési támogatása program keretében, hogy mi mindenre lehet. Elég az, amit egyébként az állam biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak a fennmaradásra, illetve a programok szervezésére? Hát azt szokták mondani, hogy a jóházi asszony is abból főz, ami igazából a rendelkezésére áll. Végül is kapunk olyan támogatást, mint működési támogatás, mint pedig feladatalapú támogatásokat. Egyrészt kapjuk az országos nemzetiségi önkormányzattól, és kapunk a helyi nemzetiségi önkormányzattól is támogatást. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak mindenféleképp van egy olyan megkötése, amely szerintem egy nagyon helyes és egy nagyon jó irány, hogy olyan kulturális programot szervezzen ennek a támogatásnak a fejében a nemzetiségi önkormányzat, ami valóban teljes mértékében nyitott, és mindenféleképp a város kulturális életéhez kapcsolódik, és azt gazdagítja, azt szolgálja. Ehhez volt köthető most e hét végén a 20 éves évforduló fennállása kapcsán a Vujicsics Együttesnek a meghívása. Igazából ezt a támogatási összeget erre használtuk fel, és a látogatóinkat, akik ott megjelentek, természetesen nem csak a koncertre hívtuk meg. Számunkra nagyon fontos ilyenkor az, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, legyen lehetőség az, hogy tudjunk beszélgetni, akár egy kis szendvics mellett, akár valamilyen másfajta harapnivaló mellett, egy kis finom bor mellett, vagy üdítők mellett, kinek éppen melyik a tetszetős, hiszen csak akkor tudunk egymással különböző információkat cserélni, akkor van rá lehetőség, hogy több információhoz jussanak hozzá a városlakói és egyáltalán a városba látogatók. Ez teli találat volt egyébként, hiszen zsúfolt ház volt a Szent István teremben, és igen, azt hiszem, és hogy így van rendjén, és nem csak azért, mert Kossuth és nemzetművészet díjakkal büszkélkedhet a Vujicsics Együttes, hanem azért is, mert ők azok, akik a szerb, illetve a horvát kultúrát, ha úgy tetszik, így van, néprajzi kultúrát is közvetítik Magyarországon, idestova most már fél évszázada. Így van. Többek között azért is esett a választás arra, hogy őket hívjuk meg, hiszen hívhattunk volna olyan zenei együtteseket is, amelyek kifejezetten úgymond specializálódtak arra, hogy horvát zenéket játszanak, bár ők is játszanak, szinte minden együttes játszik egyébként szerb, horvát és balkán és makedón jellegű dalokat, de vannak olyanok, akik kifejezetten horvátokra specializálódtak, nekünk szándékunkban állt, és ezzel is azt akartuk
mutatni, hogy nem önmagunkat akarjuk igazából ünnepelni, hanem azt szeretnénk ünneppé tenni, hogy együtt vagyunk, sokszínűek vagyunk, és csak együtt vagyunk kellően és megfelelően hatékonyak és erősek ahhoz, hogy tényleg egy társadalmi kultúrát tudjunk építeni. A hatékonysághoz jelentősen hozzájárul az is, hogy egy-egy nemzetiségi önkormányzatnak milyen a kapcsolata az önkormányzattal, a települési önkormányzattal. Azt hiszem, hogy itt Székesfehérváron erre nem lehet panasz, hiszen a város folyamatosan segíti az önkormányzatokat, így ebbe körbe tartozik nyilván a Horvát is. Ezt én is alátámasztom. Szerintem igenis nagyon-nagyon jól működik a kapcsolatrendszer, ezért köszönet és hála szerintem elsősorban Székesfehérvár város polgármesterének, mindenféleképp a képviselőknek, hiszen ő egyedül nem tudhat dönteni mindenben, neki is megvannak a megfelelő képviselők, akikkel együtt és közösen döntenek. Minden alkalmat és lehetőséget megteremtenek arra, hogy a testvérvárosokból folyamatosan érkeznek különböző delegációk, nem csak úgymond ezen a szinten igyekszenek ezeket a kapcsolatokat erősíteni, tehát önkormányzati szinten, hanem igyekszenek városi szinten is, tehát egyre több olyan lehetőséget teremtenek, ahol akár a város lakóinak bizonyos szegmenséből valakik, vagy valamilyen oknál fogva kisebb-nagyobb csoportok látogathatnak a testvérvárosokba, és kapcsolatokat építhetnek. Lásd, itt van, nem is kell messze mennünk, hiszen együtt jártunk a Királyaink útján dokumentumfilm forgatásán Biográdban, ahol nagy örömömre, és gondolom igen, ez az öröm kölcsönös volt, találkoztál az alpolgármesterrel, polgármesterrel is, akik szeretik Székesfehérvárt, és látszik, hogy a két város között remek a kapcsolat. Ezek sokat segítenek? Nagyon. Ezek igazából azokat a pilléreket adják meg a mindennapokhoz, amikor az ember úgy gondolja, hogy bármilyen kapcsolatot építeni kell a határokon túlra, akkor ezek olyan biztos kapcsolatok és olyan biztos pontok, amikor az ember tudja, hogy bármikor, bármilyen helyzetben bátran fordulhat. Mindig szoktam mondani, minden megkeresésre, minden kérdésre, minden lehetőségre általában kétféle hozzáállás van. Van egy pozitív, vagy netalántán egy hárító, amit nevezhetünk negatívnak is, nem minden esetben az. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel a kapcsolatokkal, mint ahogy itt Biográdot említettük, Iván Knéz polgármester úr szerelmese Székesfehérvárnak. Amióta csak itt járt Székesfehérváron, ő azóta nagyon-nagyon szereti Székesfehérvárt. Persze számtalanszor van, hogy nem tud elfogadni például augusztusban egy meghívást, hiszen náluk akkor van a turista szezonnak a csúcspontja. És mivel, hogy ők egy nagyon kis létszámú önkormányzatot működtetnek, mármint, hogy munka hatalmas, de a létszám az kis létszámú, emiatt sajnos olyankor nem minden esetben tudnak eljönni, emiatt is kérte, de most polgármester úrral még nem tudtam beszélni, hogy ha csak lehet, akkor vagy egy ilyen őszi, akár a Lecsó Fesztivál ideje alatt, vagy ne talán egy ilyen tavaszi rendezvényre, hogyha meg tudjuk őket hívni, arra bármikor nagyon szívesen jönnek. Arról nem beszélve, hogy ők nagyon nyitottak arra, hogy egy olyan általános iskola, amely szívesen és örömmel venné majd fel a kapcsolatot a várossal, például ezzel megjutalmazva akár hátrányos helyzetű, vagy pedig a tanulásban, vagy bármilyen tevékenységben kiemelkedően teljesítő fiatalok lehetőséget kapnának arra, kis létszámban, 10-12 fős létszámban, és ők azt mondták, hogy ők minden költséget fedeznek, és a programokat is biztosítják, egy ilyen cserekapcsolatot, hát ha majd a közeljövőben sikerül kialakítani. Bízunk benne. És hogy mennyire fontos, hogy a kulturális alapja a nemzetiségi önkormányzatnak, én hoztam 5 különböző olyan programot, amelyek erre rávilágítanak. Tehát az egyik, hogy tehát a Bunyavác táncok a Horvát kulturális napra emlékezem vissza, ezekről beszámoltunk mi is, hiszen itt volt a budapesti horvát óvoda, gimnázium és kollégium, és Bunyavác táncokat jártak. Aztán volt a turisztikai előadás, ami szintén nagyon fontos, tehát ez egy másik szegmense. Vagy pedig azért emlékeznünk is kell. Tehát a méltatlan lenne, ugye meg volt Vukovár ostromának a megemlékezése, illetve az irodalom, a horvát megvilágosodás irodalma szintén, és az 5., amit hoztam, mert 5 különbözőt gondoltam, amikor Milasin Bertalan Miklósra emlékeztünk az elmúlt időszakban. Ez a sokszínű program azért rendkívüli munkát sejtett bizonyos értelemben. Kik a segítőid ebben? Kik azok, akik hozzátesznek ehhez? Hiszen tudjuk, hogy a Szent István Művelődési Ház igazgatójaként egyébként is 0-tól 24-ig dolgozol. Hát elsősorban nagy segítőink, mint ahogy említettük, a székesfehérvári
önkormányzat támogatók, mint nagyon nagy segítségünkre van Székesfehérvári Egyházmegyéből Spányi Antal megyéspüspök atya, aki minden olyan jellegű programunkat és minden olyan kapcsolatunkat, amely akár egyházi jellegű, nagyon nagy örömmel támogatja, arról nem is beszélve, hogy hálával is köszönettel tartozunk annak, hogy megalakulásunktól kezdve a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házon belül van egy bérleménye a Nemzetiségi Önkormányzatnak, tehát igazából ott van a székhelye. Ez többek között megkönnyíti a munkánkat, hiszen nem kell onnan elmenni ahhoz, hogy az egyébként megszervezzük a kulturális programjainkat, hanem ott. Azon kívül, akik még segítik, természetesen a Nemzetiségi Önkormányzatnak részben a képviselői és a tagjai, akik segítik, természetesen a város lakói, és az a hihetetlenül gazdag bázis, amiből lehet meríteni akkor, amikor az ember megfelelő és szakképzett előadókat szeretne hívni. Nagyon fontos, és ehhez volt még szintén nagyon fontos, ugyanis tartottunk olyan konferenciákat, amelyek nem csak egy nyelven szóltak, hiszen a látogatóink nagy többsége, ugye itt helyben főként inkább magyar ajkúak, tehát a magyar nyelven értők a látogatók, viszont mindig hívtunk meg, hívtunk meg a Zágrábi Minisztériumból is előadókat, hívtunk meg Budapestről előadókat, hívtunk meg kifejezetten olyan előadókat, akik tehát a saját nyelvükön szerettek volna, és úgy is adtak elő. Ehhez nagyon fontos volt, Jánya Horvátot meg kell, hogy említsem, ő most már ugyan nyugdíjas, de aktív korában a minisztériumban volt az egyik legismertebb és a legaktívabb fordítója a minisztériumnak horvát nyelvre, és mindig őt hívtuk meg akkor, amikor szimultán kellett fordítani, hiszen nem tudtam egyszerre kint is lenni és bent is lenni, és azt tudjuk, hogy a szimultán fordítás az egy nagyon-nagyon jelen, nagy jelenlétet igényel, tehát ott nincs, oda figyelni kell, tehát ott mondatról valóban mindent figyelni kell, és úgy kell fordítani. A horvát nagykövetségről is mindig hívtunk előadókat, hiszen bizonyos témakörökben ők is, mint képzett emberek, tehát ők is tudtak nekünk előadni, és ez egy hihetetlenül gazdag bázis, amiből mindig lehet meríteni, amely mindig rendelkezésre áll, igazából csak nyitottnak kell lenni. Arról nem beszélve, hogy az országos, tehát az országban lévő sok-sok más helyen lévő nemzetiségi önkormányzat képviselői között számtalan a valamikori budapesti szerb-horvát gimnáziumban, majd azt követően a Zágrábi Egyetemen, vagy pedig másfajta nyelvi egyetemeken végeztek, és ma már néprajzkutatók, irodalomtörténészek, és ők is segítenek nekünk abban, hogy akár néprajzkutatás terén, tehát akár a népművelés terén, akár az irodalomtörténet terén, onnan is voltak meghívott előadóink, tehát ők is gazdagították ezeket a programokat. Tehát tudatos ez a munka. Igen. Milyen jövőképe van a horvát nemzetiségi önkormányzatnak, illetve Jakubek Tiborné elnöknek? Én nagyon szeretném, hogyha egyrészt az, ami eddig felépült, az mindenféleképp meg tudna maradni. Szeretném, hogyha az érdeklődők létszáma, tehát hogyha még jobban tudna kaput nyitni a horvát nemzetiségi önkormányzat, és még többeknek a tudtára kerülne talán a beszélgetés által is, vagy most a Vujicic zenekarnak koncertje által, hogy itt vagyunk, létezünk, és nagyon nagy szeretettel várjuk a programjainkra az érdeklődőket. Nagyon sok táncházat tartottunk. A táncház az egy olyan nyitott program, ami azt mondom, hogy igazából nem kell hozzá nyelvi tudás, ott igazából egy fizikai állóképesség kell hozzá, egy figyelem, hiszen mindig van egy koreográfus, aki folyamatosan tanítja ezeket a tánclépéseket, és Halász László, a Tököli Kóló Együttesnek a vezetője, aki mondhatnám azt, hogy három nyelven perfekt beszél, és nagyon sok nyelven, tehát sokféle stílusban zenél. Úgyhogy ezek azok az alkalmak, akkor a különböző ünnepi alkalmaink, a karácsony, a húsvét megünneplése, amelyek szintén nyitottak. Talán nem baj, hogyha megemlítem, van Székesfehérváron egy kis csoport, akik görög táncot tanulnak, őket sikerült talán a legjobban megszerezni, tehát ők azok, akik szinte minden rendezvényeinken úgy csatlakozzák hozzánk, mint hogyha már ők is abszolúttak regisztrált tagjai lennének a horvát nemzetiségi önkormányzatnak, de nagyon nagy öröm és köszönet, és talán ez is segít egy picikét a bővítésben, hogy az immár 4 éve itt állomásozó katonai kontingens, amely nemzetközi, és akikkel, hogy te is említetted, tehát minden év november 18-án, ez most is így lesz, közös emlékmisét tartunk a Vukovár és Kabrönyében elesettek, tehát a diszláv háborúban elesettek emlékére, és ezt nagyon fontosnak tartjuk itt Székesfehérváron, horvát nyelvű misével,
majd kint a honvéd temetőbe koszorúzással egybekötött ünnepséggel ezt megemlékezni, azt követően pedig a művelődési házban szintén egy kis agapéra jövünk össze, ott beszélgetünk, mert ez is azt szolgálja, hogy egy picit jobban megismerjük egymást. Van, tehát lesz dolgotok, bőtek, van is. Kívánunk tenni, és igen. Ehhez kívánok én jó egészséget, és a csapat minden tagjának, hiszen egy jó csapat ez a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mindenképpen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, én pedig megragadom az alkalmat, hogy természetesen a híradóban, ahogy már említettem, beszámoltunk a Vujicsics együttes ünnepi műsoráról, viszont a Paletta magazinban is láthatnak egy hosszabb összefoglalót erről, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.